A Nemzeti Tehetségprogram keretében a Karcag és térsége tehetségsegítő tanács által megvalósított projekt a kreativitás fejlesztés a tehetséggondozásban hálózati együttműködés keretében címmel valósult meg. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatás Kezelő által meghirdetett a hazai és a határon túli tehetségsegítő tanácsok tehetségfejlesztő szervezetek támogatására a Karcag és térsége tehetségsegítő tanács pályázatot nyújtott be NTP/HTTS/19/0013 azonosító számon a Nemzeti Tehetségprogram keretében a Madarász Imre Egyesített Óvoda irányításával. A nyertes pályázat megvalósításához nyújtott támogatás 1.600.000 forint. A pályázati program célja a Karcag és térsége tehetségépítő tanács területén működő tehetséggondozói hálózat hatékony együttműködésének bővítése, a jó gyakorlatok széles körben való megismertetése, a tehetségekkel foglalkozó pedagógusok együttműködésének támogatása. A meglévő jó gyakorlatok térségi szinten történő bemutatása, bevezetésének támogatása. A tehetséggondozó szakemberek új módszerekkel ismerkednek meg, amelyeket saját gyakorlatukba beépítenek. A tehetséggondozó pedagógusok számára szervezett tímmunkák, esetmegbeszélések lehetőséget biztosítanak a sikerek, eredmények, problémák megbeszélésére, megoldási javaslatok keresésére, a támogató kapcsolatok bővülésére. A projekt keretében tehetséges fiatalok életútját tehetséggondozó pedagógusaik, szüleik mutatták be a fiatalokkal együtt. 2020. november 10-én megvalósult szakmai program megszervezését más formában valósította meg a KTTT. A szakmai előadásokra nem kerül sor, az előadók a vírushelyzet miatt lemondták a szakmai programot. A szekcióülések 5 helyszínen szerveződtek meg, ügyelve arra, hogy a résztvevők kellő távolságban legyenek egymástól. A korreferátumokat 5 óvodapedagógus vezette, amely során a résztvevő tehetséggondozó szakemberek betekintést kaptak abba, hogy a különböző Gardneri területen megvalósuló tehetségműhelyekben milyen formában valósulnak meg a gyermekek kreativitásának fejlesztései. A partneri és támogatói hálózat bővítését segítették a megvalósult szakmai programok, a Barangoló a szület, valamint az Állatok Világnapja. A térségi tehetségépítő tanács honlapja a www.ktt.hu lehetőséget teremt a tehetségépítő pedagógusok szakemberek közötti gyors információ áramlásra. A tehetséggondozó műhelymunkát bemutató szakmai kiadványok lehetőséget teremtenek a tanács tehetségsegítő tevékenységének széles körben történő bemutatására, tájékoztatást adnak a térségben zajló tehetséggondozás eredményeiről, lehetőségeiről, amely a támogatói kör bővülését és a tehetséggondozás iránt elkötelezett pedagógusok számának növekedését, a partneri kapcsolatok bővülését eredményezte. A pályázati program eredményeként a térség tehetségpontjai, tehetséggondozás támogató intézményei, szervezetei, alkotóművészei közötti párbeszéd, együttműködés támogatási forma tovább bővült a folyamatos fenntarthatóság a tehetséggondozás fejlesztése érdekében.